Sziasztok! Jó estét! Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk a Marslakó következő részén. Iszonyatosan izgulok. Még eddig nem izgultam, de most a harmadik izgi, hogy bemutathatom nektek Esztert. Szia, Eszter! Szia! Azért izgi. Én régész akartam lenni egész kiskoromban, mert itt ilyen nagy volt a nyirokcsomóm, és azt más voltam, és akkor egyrészt ilyen volt a hangom, hogy ilyen, és volt egy ilyen nyirokcsomóm, és akkor néztem magam a nagymamámnál így a tükörbe, és mondom, hogy és ilyen gyógyszeres dobozokba írtam levelet, ilyen krimi levelet, ketchupot rányomtam, hogy ilyen véresnek tűnjön, és elástam. És egyszer találtam egy régi 2 forintost, amiközben ástam, és arra biztos voltam benne, hogy ha 1000-szer ássam, az 2000 forint. Hát ennyi körülmény után már teljesen predesztinálva vagy a régészetre. És nem lettem az, de akkor kezdjünk is bele, hogy én nem lettem az, de te ehhez képest neked hogy jött? Hú, hát igazából én családi indítatásból inkább birodalomtörténettel, zenével foglalkoztam, aztán etológus szerettem volna lenni, és aztán maradtam az irodalomtörténetnél érettségizős koromban, amikor is ilyen 3 hónappal azelőtt, hogy leérettségiztem volna, kiderült, hogy az a magyar-angol szak, amit én kinéztem magamnak, az lehetetlen, mert magyarral semmi nem indult abban az évben, angol szakkal pedig csak könyvtár vagy népművelés. És akkor azt gondoltam, hogy hát a könyvtár az biztos valami komoly tudomány, abban én nem szeretnék így belemélyülni, de a népművelés az lehet, hogy olyan jópofa hülyeség, hogy azt így 3 hónap alatt is meg tudom tanulni, vagy hát általános műveltséget kértek, és akkor így is lett és fölvettek. De hát miután nem akartam népművelő lenni, már rögtön azon a nyáron így elkezdtem gondolkodni, hogy na jó, de akkor mit csináljunk. És akkor eszembe jutott, hogy benézek én a régészet tanszékre. Hát benéztem. Hát rettenetes volt. Egy fél év elteltével még mindig nem tudtam igazán, hogy most ebből szeretnék valamit, vagy nem. Ugyanis akkoriban a régészet főleg térben és időben rendszerező elméletekkel foglalkozott. Ami most már így utólag azt látom, hogy ez egy rendkívül hasznos és fontos fázis a minden tudománynak. Gondoljunk csak a biológiában a rendszertanra, vagy ilyesmi. Hát a régészetben is körülbelül ez volt a rend, ezt kellett megtanulni a diákoknak, de hát ez egyáltalán nem az volt, amit én elgondoltam, vagy vártam. Tehát amikor azt mondta a professzorunk, hogy jöttek a vonaldíszesek, vagy jöttek a gömbanforrások, akkor nekem a vizuális memóriám van, és azt gondoltam, hogy így bokorról-bokorra ugráltak ezek a gömbanforák, és akkor így bevonultak valahová, vagy ez volt a mobilitás, vagy a migráció. De hát aztán végül is levizsgáztam, hogy ki tudja, hogy legalábbis bebiztosítsam magam, hogy hát, ha mégis régész akarok lenni. És aztán egy olyan 2-3 hónappal később László Gyula valamelyik órán így átkattantam, és attól kezdve szerelmes vagyok a régészetbe, azt kell, hogy mondjam, és az nem múlt el. És édesapád Kossuth Díjas színész volt, ugye Bánffy György, aztán Bánkon, ha jól tudom, olyan emberekkel dolgozhattál együtt kamaszként, mint Fischer Iván, Fischer Ádám és Asher Tamás. Azt javítanám ki, hogy ez nem volt dolgozás. Ez játék volt. Mesélsz róla? De jót játszottunk. Melyik részéről hogy, meséljek? Hát hogy kerültetek Bánkra, és hogy van az, hogy én mondjuk az egész színészi karrierem, hogyha mondjuk 60 évig színész lennék, és mondjuk egy dolgot kívánhatnék, akkor azt kívánnám, hogy vagy dolgozzak a Fischer tesók valamelyikével, vagy Asher Tamással. Neked ez mondjuk 17 éves korodban... 11! 11 éves korodban magán énekes szerepben megvolt saját szövegekkel. Így van. Hát a szüleink vittek le bennünket Bánkra az öcsémmel, akkoriban ugyanis, hogyha valaki külföldre akart utazni, akkor a gyerekeik otthon kellett hagyni a túsznak. Szóval az nem ment, hogy az egész család nyugatra utazzon. Úgyhogy így kerültünk Bánkra, és... Hát az egész történetben én úgy csöppentem, ez egy nyári gyereknyaraltató hely volt, ami egyébként egy külön ország volt, mindenkinek más neve volt, királyság voltunk, ennek megfelelően volt egy Pipeclandi királyi operaház. És a Fischer Ádám, aki az operaháznak az intendánsa volt akkoriban,
egyszer csak bejött, ahol játszottunk, és azt kérdezte, hogy ki az, aki karénekes, vagy szeret énekelni. Hát én jelentkeztem, mert ez mindig az volt. Itt egyébként a Május 1 mozi, akkoriban Május 1 mozinak hívták, színpadán rengeteget énekeltem, szerepeltem iskolai ünnepségeken, úgyhogy így jelentkeztem. És kiderült, hogy a Piroska és a Farkas című operát fogjuk próbálni, amit úgy kell elképzelni, hogy a zenéjét igenis nagyon komolyan véve, híres operák, híres részleteiből összeállított, és a szöveget pedig mi találtuk ki. És azt mondta nekem az Ádám, hogy te legyél a Piroska papája. És akkor elkezdtem énekelni, ugye 11 évesen, amit mondott, és azt mondta, hogy fú, hát te neked marha jó hangod van, akkor legyél inkább a Piroska mamája. Mondtam, hogy rendben van, leszek a Piroska mamája, és az Ajdából a Radames nagyáriáját kellett megtanulnom. Persze Piroskára idomított szöveggel. A Piroska, a társam az egy 24 éves fiú volt, de ez nem zavart senkit. Remek volt. És ez volt az első opera, és aztán többet csináltunk. Volt királyi színház is, nemzeti színház természetesen, ahol a Tamás rendezett bennünket, és hát azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik ott felnőttünk ebben a közegben, rengeteget adott ez a bánk. Annyira, hogy tulajdonképpen még mindig összejárunk, és még mindig a mai napig hat ez a szellem, és ez a kreatív eszme, amiben mi felnőttünk. Azért szerettem volna, hogy erről mesélj, mert amikor a Barabási Albert Laci, vagy a Márka Szabolcsról olvastam az interjúkat, vagy készültem úgymond rájuk, akkor mind a két esetben az volt, hogy valami egészen más hangulata volt ezeknek a cikkeknek, mint amit egy ember egyébként a foglalkozások alapján elvár. Most én annyit tudtam róla, hogy régész vagy, így kellett hozzáülnöm ehhez a dologhoz, és eszméletlenül meglepett, hogy a úgymond legöntörvényűbb, legjobb, igazságkeresőbb művészek hangulatában nyilatkozol az interjúban. Nem érződik benne áll tudományosság, és arra mondatom, az áltudományosságot ezt azért ugye nem úgy érted, hogy én a sumer magyarológus vagyok, vagy ilyesmi. Nem, hát úgy, hogy néha azt érzi az ember, hogy egy tudós ember azt érzi, hogy minél több tudós dolgot kell mondjon egy interjúban ahhoz, hogy őt komolyan vegyék, és ehelyett neked, vagy a te interjúidban az igazság a fontos, és a valóságkeresés, szó szerint a valóságkeresés nagyon sokszor elhangzik az interjúban. Azért mesélem el, mert van egy mondat, hogy egy cikknek ezt a címet is kapta, hogy téged egész életedben az emberi gondolkodás fejlődése érdekel. Ez, hogy te tulajdonképpen tudós ember lettél, ez mennyire fonódik össze ezzel mennyire fonódik össze azzal, hogy te a művészettel voltál körbevéve egész gyerekkorodban, mind a barátaid által, mind édesapád által? Hát rettenetesen. Nagyon-nagyon komolyan összefonódik. Én azt gondolom, hogy először is ez igaz, hogy engem mindig is az érdekelt, hogy hogyan fejlődött az emberi gondolkodás azzá, amit ma látunk magunk körül. Amikor biológus vagy pszichológus akartam lenni, akkor is ugyanez érdekelt. És ma is ennek a különböző rejtett titkait próbálom megfejteni. És azt gondolom, erre visszatérve, amit mondtál, hogy én intuitív módon nyilatkoztam ezekben az interjúkban, vagy hát nem úgy, mint egy igazi tudós. Hát én egyébként ez meglep, mert én azt hittem, hogy én tök hűvös vagyok ezekben a riportokban, és nagyon visszafogtam magam. De valójában én azt gondolom, hogy miután a művészet is, meg a tudomány is nagyon hasonló dolgokat feszeget, hát az életről szeretne igaz dolgokat megtudni, az nem baj, hogyha valakinek a megközelítési módja nem csak egy felől történik, nem csak mondjuk a szigorú értelemben vett tudomány felől, hanem a művészet felől is. Tehát, hogy egy kicsit tágabb a merítés, a közelítés, és így kellő érzékenységgel és mondjuk józan ésszel, ami nagyon fontos hozzá, talán jobb eredményeket lehet elérni, vagy jobban meg tudjuk közelíteni azt, amit keresünk, mondjuk. Most annyi ágát érintettük a lehetséges beszélgetésnek, hogy muszáj elmondjam, hogy ha én esetleg valamit úgy érzek, hogy kihagyok,
a végén kérdezhettek, de akik interneten néznek minket, ők a Revco Facebook oldalán tudnak feltenni kérdést, amit én meg fogok kapni egy ilyen eszközön. Tehát ha valamit én kihagynék, akkor a végén be fogom olvasni Eszternek, hogyha olyan a kérdés, és megérdemli. Kicsit ugranék a kezdetekhez. Ugye, azt beszéltük fönn az öltözőben, hogy milyen jó lenne, ha legalább egy régészt most még ki tudnánk nevelni. Ma este folyamán egy régész tanoncot, aki kedvet kap ehhez az egészhez, vagy legalábbis megismer erről valami olyat, amit nem várt. Te nem messze jártál gimibe ide. Ugye Rákóczi gimi, pár száz méterre van innen. Aztán mentél Eltére. Igen. Angol és irodalom szak talán? Nem, az irodalom helyett volt a népművelés, aztán egy év múlva angol régészet szakos lettem, két év múlva angol indológia szakos lettem, úgyhogy végül is három másik szakon végeztem, mint amire fölvettek. De akkoriban ez egy normális dolognak számított. És, vagy majdnem. És normális. Mondtad, hogy ha netán tegyem fel azt a kérdést, akkor ebből hogy lettél régész, és a mai napig szeretnél írni egy köszönő levelet valakinek. Tehát akkor ez igaz, de nem írtam még meg. Szóval ez úgy zajlott, hogy én amikor harmad-negyed éves voltam, akkor már nagyjából kitaláltam, hogy régész szeretnék lenni, és mellette nyelvészetet szeretnék tanulni. És ezért szántam rá magam arra, hogy 5 éven keresztül latint, ógörögöt, szanszkritot minden mennyiségben, óperzsát, avesztai nyelvet, sőt még új nyelveket is tanuljam. Ez napi több óra nyelvtan tanulás volt, mert azt gondoltam, hogy majd az indoeurópai őstörténettel úgy tudnék foglalkozni, hogy nem csak a régészeti, vagy nem csak a nyelvészeti ágát fogom ismerni, hanem a két párhuzamos között meg fogom találni az átjárást, és így egy olyan ember leszek, aki mind a kettőhöz ért valamennyire. Hát ez nem sikerült. A professzoromnak ez vagy nem tetszett, vagy engem nem kedvelt. Minden esetre sikerült úgy régész diplomát kapnom, hogy tökéletesen kilátástalan volt minden. Az derült ki, hogy még a többieknek itt-ott, amott jutott valamilyen állás. Nekem azt mondták, hogy azt hiszem, hogy valahol Miskolc környékén, Rudabányán, a Kohó Múzeumban esetleg keresnek valakit. És azt mondtam, hogy nem szeretnék oda menni, meg még ugye Pestre jártam egyetemre az indológiára, tehát teljesen kilátástalan volt minden. Nem tudtam, hogy régész lehetek-e valaha is. És hát akkor angol tanításban, meg szanszkrit tanításból éltem, nyáron még az sem volt. Kik akartak a 80-as években szanszkritot tanulni? Hát akik meg akartak világosodni. Én ugyan közöltem velük, hogy nálam ugyan nem fogtok megvilágosodni, viszont lehet napi több órát igeragozást tanulni, azt szívesen. És így ketten-hárman bevállalták ezt egyébként, aztán az egyik volt tanítványom a Sorbonra került, és ott is megállt a helyét, úgyhogy erre büszke vagyok. Hát szóval minden esetre nyáron nekem nem volt semmi megélhetésem, nem tudtam, hogy mit csináljak. És akkor az jutott eszembe, hogy hát ha egyszer már így adódott, akkor akár máshol is lehetek, nem csak Budapesten. Úgyhogy kiváltottam mindenféle vízumot, akkor még kellett, egy hátizsákba beletettem a hálózsákomat, meg egy rút szalámit, és elindultam autostoppal a nagyvilágba. És az egyik utam... Hány éves voltál ekkor? 24. Az egyik utam során még ki se találtam, hogy hova akarok menni, Rómából, Milánó környékére, ott volt valahol, ahol ingyen lehetett aludni, ugye ez fontos szempont volt. Megállt egy busz, és azt mondta, hogy hát őt nem érdekli, hogy én merre akarok, vagy meddig akarok menni, de ő speciál visszamegy Németországba, mert egy Mike Oldfield nevű énekesnek volt a busza, a turnéján ő kísérte, és ugye az énekes elment most Athénba repülővel, és ő visszatér a szolgálati helyére. Neki csak egy kérése van, egyek, igyak, mindent használjak, ami a buszon van, mert ki van fizetve, és ez gajra fog menni, hogyha visszatér Kölnbe. Hát én annyira ki voltam éhezve, már akkor két hétig gyakorlatilag csak vízen meg szalámin éltem, hogy nem tudtam betelni azzal, hogy elől megnyomok egy gombot, és hátul megfő a húsleves, hogy ágyak vannak a buszban, és olvasólámpák is. Úgyhogy ahelyett, hogy Milánóban kiszálltam volna, elmentem egészen Heidelbergig. És akkor ott gondolkodtam, hogy na, mit csinálsz te itt? Eszembe jutott, hogy van egy... évfolyam társnőm, akinek itt van ösztöndíja, és azt mondta, hogy hát ha véletlenül erre jársz, nálam a földön elalhatsz.
Remek, ott volt a hálózsákom, na de mit fogok csinálni, és kiderült, hogy ott van egy nagyon jó régészet tanszék. Bekopogtam, mondtam, jó napot kívánok, Bánfi Eszter vagyok Budapestről, érdeklődnék, hogy mi ez itt. És erre azt mondta a tanszékvezető, hogy hát ez remek, este 8-kor lesz egy szemináriumunk a neolitikus körös kultúráról. Kérem, hogy jöjjön be, és segítsen kiejteni a lehetetlenül hosszú magyar lelőhely neveket. Úgyhogy ez volt az én belépésem a régészetbe, az, hogy Hódmezővásárhely Kotacpart Zsoldostanya, az nekem ment, neki kevésbé, és akkor így ott maradtam 2 hétig, aludtam a földön, és tartottam egy kis beszámolót a saját munkámról, és 2 hét után azt kérdezte a tanszékvezető, Harald Habmannak hívták, hogy hát nem volna-e kedvem egy évre kimenni. Na most, hát én így kővé meredtem, hogy van ez a szocialista Magyarországról egy évre az NSZK-ba, hát ezt mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, de legyintettem az egészre. És akkor onnantól kezdve még 2 hónapig körülbelül Dániától a Hebridákig végig stoppoltam mindent, megnéztem a nagy múzeumokat, amiket szerettem volna, és amikor visszaértem Budapestre, akkor ott várt a meghívó levél. És onnantól kezdve, akkor már kezdtem komolyan venni a dolgot, mégis több mint 1 éven bekerült, amíg sikerült elintézni, és ki tudtam jutni Heidelbergbe. És tulajdonképpen ez volt az a döntő lépés, ami már nyilvánvalóvá tette, hogy akkor hát ebből most már csak lesz valami. Szóval én akkor régész leszek, vagy régész vagyok, vagy ilyesmi. És akkor onnan jöttem haza felvételizni, akkor aspirantúrának hívták a 3 éves doktori ösztöndíjat, fölvettek a régészeti intézetbe, és egészen 2013-ig ott dolgoztam a Magyar Tudományos Akadémiánál. Heidelbergben a neolitika szeminárium volt, jól ezt mondtad. És ha most megnéz az ember veled egy, ha beírja nevedet az ember, hogy Bánfi Eszter a Google-be, akkor a sokadik találat lesz csak magyar. Tele van veled a cikk, angol, amerikai, francia, német oldalak, és tulajdonképpen az első sorban úgy jegyeznek meg téged, mint a neolitika nemzetközileg elismert szakértője. Ez így helytáll, vagy csak egymást másolják? Hát én remélem, hogy valamennyire helytáll, mert újkőkorral foglalkozom, igen. Ez hogy alakult így? Tehát, hogy miért ez lett a te szakterületed? Hát igazából ennek egy ásatás a felelőse. Ugyanígy nem volt pénzem, és nyárra elmentem egy Berettyó újfalu melletti újkőkori ásatásra, illetve újkőkori és bronzkori ásatásra, mert akkor én azt gondoltam, hogy hát én bronzkoros leszek, indoeurópai őstörténettel fogok foglalkozni. Ugye az a felső réteg. Igen, ám, de én lenéztem, hogy a lelőhely másik felén már lent tartanak az újkőkornál. És ott ilyen égett emeletes házakat lehetett látni, tele lelet anyaggal minden. És hát én azt gondoltam, hogy vége van a világnak, hát én nekem ezzel kell foglalkozni, ezt nem bírom ki. És onnantól kezdve akkor szisztematikusan már ebbe az irányba mentem, tehát amikor Heidelbergben megkérdezték, hogy mi a célom, akkor azt mondtam, hogy el akarom kezdeni a doktori disszertációmat egy újkőkori témában. És végül is ez is lett. És azóta gyakorlatilag hát le se lehetett lökni engem erről a sínről, annyira, hogy igazából mindig az érdekelt, hogy az 5. évezred Krisztus előtt második fele, erről most már valamit tudunk, de mi volt az előtt, és akkor mi volt az előtt, és ezek honnan jöttek. És így jutottam el tulajdonképpen a kora neolitikumig, a kora újkőkorig, ami valójában az emberiség történetében az egyik legfontosabb változás. És azóta ez fogva tart ez miért, a téma. Miért a legfontosabb változás? Azért, mert korábban a vadászok, gyűjtögetők, halászok a természet javait lefölözték. Tehát elfogadták, amit kínált, kihasználták. De a természet átalakításába akkor fogtak, amikor letelepültek, háziasított növényeket és állatokat tartottak, és igazából akkor kezdődött egy olyan folyamat, amely a természet átalakításán keresztül a világot úgy változtatta meg a civilizáció irányába. Egy olyan folyamat kezdődött, aminek a levét még ma is isszuk, mert még ma is tart. Egy irreverzibilis folyamat kezdődött el. És ennek a gyökerei érdekeltek engem, és érdekelnek a mai napig. És még egy kis részletre ebben a témában kitérnék, és aztán rámennék a régészet szerepére, hogy te hogy látod, mit látsz fontosnak. Hogy azt nyilatkozott több helyen, és nekem is most mesélted az imént, hogy a régészet aranykorát éli, és
nem csak te, de te világosan rávilágítottál arra, hogy ha jól emlékszem, angol száz tudósok a 14-es szénizotóp megjelöléssel akkorát fejlesztettek a régészeten, mint addig soha semmi, és ez teljesen újra gondolásra késztette a te tudományágadat. Ez nagyon-nagyon izgalmas, amiket ezekről olvastam, csak én dilettáns vagyok ebben is, ezért inkább te mesélnél el helyettem. Hát ez egy nagyon fontos állomása volt a régészetnek. Majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy forradalmi átalakulás. Ugye korábban, ahogy meséltem, hát igazából ezt természetesen az űrkutatásban, meg az atomfizikában találták ki, és a régészeti alkalmazásra később kezdődött, így a 60-as, 70-es években voltak az első fecskék, és aztán volt még egy elég fontos változás, amikor ennek a szénizotópnak, aminek ugye az a lényege, ha valaki nem tudja, hogy az élő szervezet föl is vesz, meg le is ad ebből a bizonyos szénizotópból. A táplálkozással, a vízivással, tehát ezzel az állandó anyagcserével. Abban a pillanatban, hogyha az élő szervezet megszűnik élő lenni, akkor már nem vesz föl többet, hanem csak lebont. És ennek a 14-es szénizotópnak a bomlási ütemét meg lehet határozni, és ebből vissza lehet következtetni arra az időpontra, hogy mikor kezdődött a lebomlás, tehát mikor pusztult el az az ember, állat, növény, ugye ez minden organikus szervezetre ugyanúgy érvényes. És ez volt az abszolút kor meghatározásnak az alfája. Itt kezdődött egy forradalmi változás. Ugyanis, ahogy meséltem az elején, ezt a bizonyos relatív kronológiát a térben és időben, a különböző díszítésmódokban, főleg kerámia vagy kőeszköz típusokban való rendezés, egész jól ment már, ezt ugye relatív időrendnek nevezzük, de éppenséggel sehova nem lehetett lehorgonyozni. Tehát fogalmuk se volt a régészeknek arról, hogy mondjuk egy újkőkori falu, amit éppen ásunk, azt mondták, hogy hát ő szerintük ez olyan Krisztus előtt 2000 lehet. Ex-has. Na most kiderült, és ez volt benne az egész fantasztikus, hogy nem 2000, hanem 4000. Minél távolabb megyünk az időben, tehát a bronzkorban nyilván valami kicsit kisebb volt a különbség, de az idősebb korokban, főleg a neolitikumban, amivel én foglalkozom, már 1500 évvel korábbi időpontokat állapított meg ez a radiokarbon kormeghatározás, mint amit gondoltak korábban a régészek. Hát ettől mindenki eldobta magát, volt, aki lelkesedett, azt mondta, hogy mostantól kezdve nem kell ásni. Semmit se kell csinálni, csak próbákat veszünk, és akkor ezt így egy ilyen szintbe állítjuk, és ami egykorúnak bizonyul a radiokarbon kormeghatározással, az az egykorú. Hát ez hülyeségnek bizonyult. A másik része az embereknek teljesen szkeptikus volt, mert ugye teljesen szembe ment azzal, amit ők jogosan, vagy nem jogosan, de gondoltak az őstörténetről, és azt mondták, hogy hát ha itt a Krisztus előtt 6000-ben már földművelők voltak, akkor minden borul, mert akkor mi volt itt 5000-ben, vagy akkor gyakorlatilag kitágult az egész kronológia. És sokan arra a következtetésre jutottak, hogy ez az egész C14 alapú kormeghatározás hülyeség. Most ezek a gyerekbetegségek. Se ez, se az, szépen letisztult néhány év alatt, aztán jött még egy nagyon fontos állomás, amikor a különböző környezeti hatásokat egy kicsit kalibrálni tudták, vagyis kiegyenlítették, azóta még pontosabban tudjuk ezeket meghatározni, és hát legutóbb egy pár évig egy európai pályázaton belül egy angol kutatócsoporttal, főleg, hát én a magyarországi lelőhelyekért voltam felelős, egy-egy lelőhelyből vettünk 100-150 ilyen C14 mintát, és ennek a segítségével, illetve egy matematikai modellezés segítségével évtized pontoságra meg tudjuk állapítani, hogy mikor történt. Tehát, hogyha egy őskori falut veszünk alapul, egy újkőkori falut, akkor lehetett tudni, hogy melyik volt a nagypapa háza, melyik volt a gyereké, melyik a következő generációja. Hát ez gyakorlatilag korábban egy elképzelhetetlen dolog volt. Ez az egyik része a forradalmi átalakulásnak, ami annyira izgalmassá teszi a régészetet. De hogyha csak ez lenne benne az izgalom, hogy egész pontosan tudjuk, hogy mikor mi történt, akkor azért ez még nem lenne elég a csodák világához.
valójában a természettudományok ezer ágának a behatolása a régészetbe, és a régészetnek a behatolása mindenfajta természettudományba, tehát geológiába, csillagászatba, a fizikába, a biológiába. A bioarcheológia az például egy egész önálló tudományág csoport lett, ahol az archeozoológusok az állatcsontokból, a botanikusok, palinológusok a pollenekből, növényi maradványokból, a geofizikusok a roncsolásmentes vizsgálatukkal, a föld felszín vizsgálatával meg tudják állapítani, hogy pontosan hol vannak a beásott gödrök, a sírok, a kőemlékek, a bármi, amit aztán utána már csak ellenőrizni kell. Tehát ezerféle természettudománynak az alkalmazása került bele a régészetbe, és egy olyasfajta interpretációs lehetőséget kínál a végén, amiről hát 15 éve még nem is álmodhattunk. Tehát nem álmodhattunk arról, hogy ha én lefúrok a földbe, akkor a foszfát elemzés segítségével meg tudom állapítani, hogy ott mennyi szerves anyag van, tehát az életnek mennyi nyoma, mondjuk mennyi trágya, hogy vulgárisabban fogalmazzak. De most már ez az egyik legújabb kísérleti munkám, a Lipcsei Max Planck Intézettel együttműködésben. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezekből a furatokból, ezekből a szerves anyagokból milyen talajbaktériumoknak a teljes genomvizsgálatát tudjuk elvégezni, ezek ugyanis fajspecifikusak. Tehát ez azt jelenti, hogy a furatokból előkerülnek ugye földminták. A földmintákban ki tudjuk vonni a talajbaktériumokat. A baktériumok genetikai elemzését elvégezve meg lehet állapítani, tekintettel arra, hogy ezek egy-egy fajra voltak és jellemzőek, hogy mondjuk a szarvasmarhának ez egy olyan patogénje, amely tuberkulózist okoz a szarvasmarhában. Tehát anélkül, hogy egy kapavágást tettem volna, annyi mindent meg lehet állapítani, arról a rengeteg fajta körülményről, a környezeti háttérről, az emberi hatásról, amit antropogén hatásnak hívunk, ugye a településeken belül is, meg a környező területen is, ahol művelték a földet, vagy írtották az erdőt, vagy stb. Hogy ezeket összeadva egy egész más megismerési narratívára vagyunk most képesek. Tehát olyan kérdésre tudunk választani, hogy igazából szinte a teljes az őskori ember életére vonatkozó nagyon-nagyon fontos spektrumot felülelő kérdéseket tudunk föltenni. Azt nem állítom, hogy mindent meg tudunk válaszolni, de legalább most már merünk kérdezni. Akkor kérdezem, hogy... Tehát a kapavágást említetted. Mikor most már lehet a földet tulajdonképpen röntgenezni? Ugye? Tehát most már nem muszáj egyből ásni kezdeni, hanem át tudok menni valami műszerrel. Ez mikor volt a váltása ennek? Tehát... Hát ez folyamatos volt. Ugye a legelső ilyen non-invazív, vagy tehát nem roncsolásos távérzékelés, az a légi felvételek voltak. Na most itt volt egy bökkenő. Nyugat-Európában rendelkezésre álltak a légi felvételek. A berlini faltól keletre katonai titok volt az egész. Tilos volt. Tehát nem lehetett repülni, sőt a nagyobb felbontású katonai térképekhez sem lehetett olyan egyszerűen hozzáférni. Most a rendszerváltás után ennek egy hirtelen ilyen felívelő szakasza történt, amikor mindenki, mint az őrült elkezdett repülni. Ma már persze nem repülőgéppel, hanem drónokkal végezzük ezt a vizsgálatot. Egy-egy ilyen drónrepülés 30-40 ezer jó felvételt tud csinálni, amiből az árnyékokból, a vegetációból rengeteg minden következtetést le lehet vonni. Itt már kialakul egy olyan kép, hogy igen, itt lehetett egy lelőhely, itt kőfalak lehettek, itt valami beásás, de ez még nem elég pontos. Ezek után van egy olyan lehetőség, hogy a talaj geomágneses ellenállását mérve, szintén teljesen roncsolásmentesen, a számítógépen kirajzolódik egy kép, hogy hol van valamilyen egészen más, egy úgynevezett anomália. És aminek magas a nanotesla értéke, vagyis a geomágneses értéke, ott például lehet égett házra számítani, vagy égésnyomra számítani.
Ez egy hosszú-hosszú folyamat, nyilván nem fogok most mindenbe belemenni, meg én sem vagyok szakértője, ugye én a régész vagyok, aki kíváncsian fölteszi a kérdéseket, hát bizonyos enyhe fokozatú hozzáértés azért elkerülhetetlen, de igazából nem én végzem ennek a kiértékelését, a térinformatikai kiértékelését, viszont hihetetlen gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember meglássa, hogy mit kell ott észrevenni. És akkor ez a kezdet. Nem elfelejtendő, hogy a hagyományos terepbejárásnak is nagy a szerepe, tehát mindez nem helyettesíti, csak kiegészíti azt, hogy a régész kutyagul a szántóföldön fölemeli a cserepeket, kőeszközöket, amiket talál, és ugye hát az a szakmánk alapja, hogy meg kell mondani, hogy ez viszonylag pontosan mikori. És akkor mindez összeadódik, és még mindig nem kezdtük el az ásatást. Tőletek szeretném megkérdezni, hogy szerintetek hány lelőhely van Magyarországon? Tippeljetek nyugodtan. Mondjatok nyugodtan a számokat. 12 000. Mondjatok még. 40 000. 6. 100 000. Ez nagyjából pontos, ugye? 100 000. Amiről tudunk. Amiről tudunk. Igen, rengeteg olyan lelőhely van, amit nem ismerünk még. És ebből kb. 20-25 ezer van feltárva. Hát, vagy 20-25 ezerrel történt valami. Ugye az, hogy valamit föltárunk, az nem egyenlő azzal, hogy van egy 10 hektár nagyságú település, és abból föltártunk 200 négyzetmétert. De hát ahol valamilyen ásatás történt már, vagy valamilyen beazonosítás, lelőhely, kora, jellege, stb. Ilyesmi, az nem több ennél. És én ezt nem tartom feltétlenül rossznak. Nem muszáj nekünk mindent kiásni. A régészet módszeréhez ugyanis hozzátartozik, hogy amit mi kiásunk, azt egyszerűen szükségszerűen muszáj elpusztítanunk. Mert hiszen le kell mennünk a szűztalaig, persze minden dokumentálva, de mégis azt elpusztítva, ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor kezdődött annak a lelőhelynek az élete, mikor költöztek oda, mik a fázisai, stb. Stb. Ezt nem tudjuk megoldani, hogyha nem pusztítjuk el. Na már most, ha én most ezekkel a számomra nagyon fontos és drága forradalmi módszerekkel elvégzek egy ásatást, arra nagyon büszke lehetek, és rengeteg sok mindent ki tudok ebből deríteni. De ha elképzelem, hogy a 10 évvel ezelőttihez képest most mennyivel többet tudok, és hozzáteszem, hogy 20 év múlva mire lesz még képes a régészet, akkor összeteszem a két kezemet, hogy jaj, ne nyúljunk ezekhez a lelőhelyekhez, vagy legalábbis a nagy részéhez, mert annyi mindent, információt elpusztítunk ma, ami fontos lehet 20 év múlva, mint ahogy 10 évvel, 20 évvel ezelőtt rengeteg mindent elpusztítottak, ami ma az aranykönyv számunkra, az információk fő forrása. Akkor kicsit aktualizáljuk a helyzetünket, hogy te a Német Régészeti Intézet, vagy Központ Frankfurti Intézetének vagy az igazgatója. Az első női, első külföldi igazgatója. Ez így van. De hogy jutottál ki oda? Ugye Magyarországon, ha jól értelmeztem a dolgokat, akkor nagy régészeti reformot jelentett, amikor a beruházások, az tulajdonképpen építkezések, de itt ilyenek egyszerűkre kell gondolni, hogy autópálya, IKEA, tehát ez ilyen teljesen random, annak a beruházás értékének a 0,9%, tehát majdnem 1%-át régészeti dolgokra kellett fordítani, és a régészet, ami Magyarországon egy nem fizetett, vagy egy tulajdonképpen pénz nélküli, szinte pénz nélküli dolog volt, hirtelen elkezdtek bedőlni ezeknek a nagy beruházóknak a pénzei, és így a régészet kapott egy nem tudományos reformot tulajdonképpen, hanem egy anyagi reformot, és ezáltal egy új lehetőséget Magyarországon. De említetted, hogy ez nem tudta kiforni magát, csak rövid ideig, mert annyiszor változtattak különböző törvényeken, nem feltétlenül a legnagyobb szakértők, tulajdonképpen a nem szaki embereknek, illetve a szaki emberek bevonása nélkül. És olyanokat olvasni például, hogy volt egy nagy botrány a kecskeméti Mercedes gyár alapításánál, ugye? Arról örülnék, ha mesélnél két szót, mert nagyon tanulságos és érdekes. A másik, amin én teljesen ledöbbentem, hogy olvastam egy Eszterrel készült interjúban, hogy találtak az M6-os autópálya építésénél egy római villát, ami ráadásul még építészetileg is egy külön csoda volt, mert máshol volt az oszlopa, mint ahol egyébként
lehetett volna az tervek alapján, tehát valami fantasztikus dolog, egy római villát. Tehát én a 2 forinttól már teljesen összeestem, hogy ilyen van, de egy római villát találtam volna ugyanott. És mi jó ennek a cikknek a vége, hogy ezt betemették. Na, ezt inkább elmondom én, mert ez nem egészen így volt. Jó. De... ez a színész olvasat. Nem, nagyon jó olvasat, csak ezt majd pontosítom. Hát először is azért azt vitatnám, hogy ennek nem volt tudományos haszna. Tehát a rendszerváltás után hirtelen elkezdtek dőlni az európai pénzek, megszülettek az autópályák, a parkolók, az elkerülők, tehát falvakat, városokat elkerülő utak, a Tesco áruház, vagy nem tudom, szóval rengeteg óriási nagy felületű ásat, illetve építést megelőző ásatást kellett átvállalni. Először ezt a megyei múzeumok próbálták ellátni, nem igazán ment a dolog. Nem csak azért, mert hogyha van egy autópálya, mondjuk az M3-as, ami átmegy 3 megyén, akkor a szerencsétlen beruházóknak 3 megyei múzeummal, 3 protokoll szerint háromféleképpen kellett tárgyalni, 3 árat megállapítani, stb. Tehát ez már egy ilyen központi szervezést kívánt volna. Hanem sajnos azért is, amit említettél, és aminek tulajdonképpen csak az a jéghegy csúcsa, ez a Mercedes beruházást megelőző feltárás, hogy ugye a régészeknek korábban volt 3 forint 20 fillérük, ha nagyon jól dolgoztak, akkor lett belőle 4 forint, de szóval gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával figyelték azt, hogy a körülöttük levő világban ki a szegény, ki a gazdag, mert mi ugye tudtuk, hogy már nekünk ez van, de nagyon jó volt így. És akkor hirtelen annyi pénz került a régészetbe, ez igaz volt ez a beruházás értékének a 9000-eléke, amit régészetre lehetett fordítani, hogy hát egyrészt óriási nagy felületeket tudtunk föltárni, aminek a tudományos haszna mérhetetlen, korábban a kis lukakból, tehát a néhány négyzetméteres ásatásokból a töredéket nem lehetett megállapítani mindannak, amit a nagy felületű feltárások megengedtek. Azonban sajnos a fenntartó önkormányzatok is rádöbbentek erre, hogy hoppá, itt a régészeknek, a múzeumoknak most van pénze, tehát akkor mi adjunk kevesebbet a fűtés számlára, mert majd kigazdálkodják, vagy majd szépen a homlokzatot ebből tatarozhatják. És akkor így tulajdonképpen rákényszerítették a múzeumokat arra, hogy ezekből a pénzekből azért lecsépjenek, ha fönn akartak maradni, hogyha élni akartak. És akkor ebből született az a narratíva, pontosan ilyen történeteknél, mint a Mercedes gyár, hogy a régészeket rossz színben tüntették föl, mint akik pénzéhesek, mint akik jipekkel száguldoznak, lopnak, a maguk érdekét nézik. Holott például ebben az esetben csak annyi történt, hogy a beruházó, amikor tárgyalt a Mercedes gyár német tulajdonosaival, akik ezzel a szándékkal érkeztek, hogy Kecskemét környékén valamit fölépítenek, és aggódtak, hogy mennyi időt és pénzt fog felemészteni a régészeti feltárás a területen, ugye, amit le fognak betonozni. Azt mondták, hogy ó, azzal nem kell törődni, gyakorlatilag nincs ott semmi, ezt hamar elintézzük. És amikor megszületett ugye a szerződés, és a régészeket rángették, akkor kiderült, hogy ez nem így van. Nagyon fontos, különböző korszakokból származó, különböző lelőhelyek vannak ott, amiket föl kellett volna tárni. És akkor ki volt érte a felelős? A régészek. Mert akadályoznak, hátráltatják a munkát, a beruházást, a munkahelyeket, teremtését, stb. Tehát tulajdonképpen egy olyasfajta bűnbak keresés áldozatává állt a régészet, ami már, hát ezt nem volt kellemes megélni. És aztán az utóbbi évtizedben mindehhez hozzákerült, hogy az, amit mi kiépítettünk, tehát egy országos intézmény, ahol csak egyel kellett tárgyalni, megpróbáltuk a tudományos protokollokat is egységesíteni, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy mit kell csinálni az állatcsontokkal, amik előkerülnek, vagy mit kell csinálni a térinformatikai térképekkel, stb. Tehát ez mind jól ki voltak dolgozva, és éppen arra lehetett gondolni, hogy fú, mekkora lehetőség van most a kezünkben, hogy egy ilyen hatalmas, nagy feltárt területnek az összes információját régészetileg értékes feldolgozásá, és aztán a nagy közönségnek való bemutatását tudjuk változtatni.
És akkor történt egy változás, aminek az volt az eredménye, hogy először is ezt az intézményt a földeltették egyenlővé, visszaosztották először a vidéki múzeumoknak ezeket a pénzeket, aztán tőlük is elvették, volt egy kulturális örökségvédelmi hivatal, amelyik az egész országot lefedően sok-sok jó szakértővel együtt mindenről tudott és mindent egységes felfogásban próbált megmenteni. Ezt egyik napról a másikra bezárták, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó évtizedben több mint 20 ilyen átalakítás történt az örökségvédelemben. Minden alkalommal, minden átalakításkor egy kicsit így hullott a forgács, egy-két embert elbocsátottak, akkor a magot áthelyezték valahova máshova, akkor azokat hozzácsapták egy harmadik helyre, akkor megint átcsoportosítottak. És ma azt kell, hogy mondjam, hogy mindabból, amit álmodtunk, nem sok valósul meg, és igazából ma a régészeti lelőhelyek és a régészeti örökségvédelem nem egy megoldott kérdés. És ezért vagy most Németországban? Hát ez erőteljesen szerepet játszott benne, azt kell, hogy mondjam. A másik dolog, ami miatt gondolkodtam egy külföldi álláson, nem egy ennyire jól, hanem egy kicsit rosszabb állásba is szívesen elmentem volna, az volt, hogy valahogy így elfogyott körülöttem a levegő. Említetted ezt a bizonyos M6-os autópályás ásatást, ahol visszatérek erre a római villára, azt át kellett tervezni, hogy ne kelljen kiásni azt a villát, mert az egy 20 éves munkát jelentett volna, vagy rombolást. És akkor azt választották, hogy inkább hagyják békébe, majd valaki föltárja 50 év múlva csodálatosan, tudjuk, hogy ott van, de a viaduknak a lábát áttették. És hagyják, hogy egy római villa most ott rengeteg római villa van föltárva, azért az nem egy olyan nagyon unikális dolog. Lehet, hogy a lakhatási problémát így lehetne megoldani, nem önkormányzati lakások, hanem római villákba költöztetjük be. Hát ugye ahhoz tényleg előtte ki kellene ásni és föltárni. De hogy visszatérjek az M6-os autópályára, ott volt egy lelőhely, amiben senki nem bízott, az egy ilyen futottak még kategóriába tartozott először, és aztán a világ egyik legnagyobb csodája lett belőle. És hogyha ott nem fekszik keresztbe az ásató régész, Osztás Anett, és nem mondja azt, hogy ő még egyszer humuszolna, akkor is, amikor már a dömperek dübörögtek a feje fölött, akkor ma nem ismerjük ezt a lelőhelyet. Ez Európa legnagyobb újkőkori lelőhelye. Egy olyan korszakból, ahol mondjuk a temetők ilyen 15-20-30-asával szoktak előfordulni, csak a kiásott sírok száma 2500. A világ minden tájáról, vagy legalábbis Európa minden tájáról származó kincsekkel, ékszerekkel, az égei kombol. De ez most a Szent György völgy? Ez nem, ezt úgy hívják, hogy Alsónyék. És erre volt nekem, én voltam a projektvezető, egy 4 éves programom, és amikor az véget ért, akkor azt mondtam, hogy most akkor jönnek a publikációk, a feldolgozás. És beadtam egy újat, és 14 pályázat közül az utolsó előtti helyre soroltak. És akkor azt gondoltam, hogy ez nem lesz jó. Itt nem kapok levegőt, itt nem tudok dolgozni. És van otthon valami kincsed? A kincskeresés nekünk tilos. A kincseimet itt tartom meg a könyveimben. De azért hozzá kell tennem, hogy amióta kimentem Németországba, ezt a lelőhelyet a kinti sokkal jobb anyagi, tehát van saját kutatási pénzem, ezt próbálunk körülírni. Ezt én erre a lelőhelyre fordítottam, és 2017-ben a Shanghai Régészeti Fórumon a világ 10 legjobb régészeti projektje közül az egyiknek megválasztották. Úgyhogy megérte a fáradtság. És az, hogy itt fogyott körülötted a levegő, az köszönhető, mert nem hát okolható az, hogy te nő voltál a tudósok között? Mit érzel? Ha ezt a kérdést mondjuk, akkor még gyerek voltál, 15 évvel ezelőtt tetted volna föl, akkor azt mondtam, hogy nem, ugyan már, hogy ne, hát mi itt egyenlőek vagyunk. Most így, hogy visszagondolok, egészen biztos vagyok abban, hogy az akadémiai pályafutásomnak a bizonyos lépcsőit erőteljesen befolyásolta az, hogy nő voltam, és nem előnyösen. De ezt csak így utólag látja az ember, tehát hogy miután nem közlik veled, nem veszed észre, mert nem gondolsz rá.
utólag teljesen világos, hogy ez történik, igen. És ezt hogy, és miért tudják jobban csinálni mondjuk Frankfurtban? Hát Németország most egy hihetetlenül aggodalmasan demokratikus ország. Megfizették az árát a 20. században, és addig, ameddig még él ez az emlékezet, tehát amíg még furdalja őket a lelkiismeret, még nem tudom hány ember öltön át, de egy-két ember öltön át még szinte biztosan, addig ez így is fog maradni. Olyan aggályosan ügyelnek mindenfajta szabadságjogra, és itt a női egyenjogúság mellett mondhatnék még mást is, hogy ennek ehhez hasonlót Európában nagyon kevés helyen lehet látni. Ennek ellenére vannak olyan sztereotípiák, amik még Németországban is hatnak. Csak hogy egy példát mondjak, hát nekem is ügyelnem kell arra, hogy mondjuk az intézetem felügyelő bizottságában legyenek nők. Igen, de nők csak professzorok lehetnek, tehát lejjebbről nem válogathatok. És tulajdonképpen már mindegyiket kétszer-háromszor felhasználtuk idézőjelben, nincsenek annyian. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ha egyen lejjebb nézek, akkor az utánpótlás generációból is hiányoznak a nők. Tehát még egy ilyen országban, ahol azért már a 60-as, 70-es évek óta ügyelnek erre, és minden bizottságban kell, hogy ott üljön egy esélyegyenlőségi megbízott is, aki a legkisebb non-PC félmondatra jelentkezik és tiltakozik, és akkor azt vissza kell szívni. Még egy ilyen helyen is ez előfordul. Tehát nagyon sok a tennivalónk. Ennek ellenére én nem vagyok nagyon pessimista. Most ugye vannak itt a feminizmusnak vannak esetleg vadhajtásai, de hát azért gondoljunk arra, hogy ha nem lettek volna a 19. században vagy a 20. század elején ugyanilyen vadhajtások, akkor nem biztos, hogy a nőknek ma lenne választójoga. Mert ők így harcolták ki. Tehát én azt remélem, hogy az, ami egy kicsit néha olyan visszásan hat, hogy minek az a női kvóta például, az egy átmeneti dolog, majd egyszer csak már nem lesz rá szükség. Amikor már annyi nő kerül döntési helyzetbe, vagy olyan pozícióba, hogy ki lehet őket emelni, hogy már nem kell szabályozni ezt a dolgot. Ez egyetértek nagyon. És még egy ehhez hasonlóan nehéz, de szerintem legtöbbünket izgató téma, hogy ez egy református úgymond szervezés, te az evangélikus könyvtárban voltál segédkönyvtáros. Így van. És a tudósok között elég ritka, de te következetesen használod azt a kifejezést, hogy Krisztus előtt. Ez hogy áll most a mai aktuál tudományban a tudomány és hit viszonya? És például régészként extrán érdekes lehet, ahol még gondolom rítusokkal is megismerkedtek és találkoztok jobban, mint mondjuk egy mikrobiológus. Hogy látod te a tudomány és hit viszonyát most, és hogy mit jelent neked, hogy te következetesen a legtöbb tudós ellentétben ezt a szakzsargont használod? Hát ezt nem értékelném túl, ez igazából két dologból táplálkozik. Az egyik az, hogy angolul ez BC, Brief Before Christ, tehát egyszerűen ezt, ha lefordítjuk, akkor így van, németül is használjuk ezt, hogy Krisztus előtti időben. Másrészt pedig valahogy ez az időszámításunk előtt, hát ezt is lehet használni, de valahogy így a szocializmusban ez egy kicsit úgy lejáratódott nekem, és ezért szívesen használom ezt a Krisztus előtti fogalmat, amit persze egy közmegegyezés. És az a jó, hogy akár így volt, akár nem, de mindenki tudja, hogy mit értünk rajta. Amit pedig, hát a kérdésed másik része, az borzasztó nehéz ügy. Mert én azt hiszem, hogy egyrészt minden kutatónak, vagy hogyha egész pontos akarok lenni, akkor talán minden embernek nagyon fontos, hogy legyen valamilyen hite. Valamilyen spirituális értelme annak, hogy létezik. De annak, akit azzal áldott, vagy azzal vert meg a sors, hogy ezzel foglalkozni is kelljen szakmájánál fogva, Ez nem annyira mosódik össze. Tehát én most például készítek egy cikket egy 5000 éves zeneszerszámról, ami egy ilyen rituális gödörben került elő, valószínűleg egy óriási nagy lakomának, egy ilyen ritusnak az eredményeképpen.
azt próbálom kideríteni, hogy a többi edényből van-e olyan, amelyik esetleg egy dob lehetett, a leírás szerint ott volt valami szőttes, és ebbe az agyakkörbe belenyomtak egy határtalanul nagy és épp szarvasmarha combcsontot. Tehát egy lakomának a maradványai. Na most szarvasmarhát csak akkor ettek, amikor valami nagyon nagy ünnep volt. Egyébként juhot, kecskét, disznót ettek, és a szarvasmarha az mindig a jóléttel és az ünnepi alkalmakkal volt összefüggésben. Amikor én ezzel foglalkozom, akkor ez nekem nem így kerül elő, ugyanis azt hiszem, hogy van egy nagyon fontos dolog, amit le kell szögeznünk. Ma, ha valaki akár mondjuk a református egyház relációjában vasárnap elmegy a templomba, és utána hazamegy, és húslevest teszik rántott hússal, az két külön világ. Az egyik a szakrális szférába tartozik, a másik pedig a profán vasárnapi ebéd szférájába. Nagyon sok okunk van azt feltételezni, hogy ez egy újkori találmány, ez a szétválasztás, és hogy ez az őskorban legalábbis egyáltalán nem így volt. Nem csak az, hogy egymásba folyt a szakrális és a profán időszakoknak a napjai vagy a hetei, tehát az időszaka, hanem valahogy azt látjuk, hogy ők úgy gondolhatták, tehát most az anyagi kultúrát próbálom értelmezni, és ezért adogok ennyire, hogy ha lehet, akkor mégiscsak egy szűken értelmezett és a helyét megálló megfogalmazást próbáljak kinyögni, hogy az ő számokra a hétköznapi cselekedeteknek is voltak szakrális aspektusai, és ők ugyanúgy pedig azt gondolták, hogy amikor egy áldozatot mutatnak be, vagy amikor kapcsolatot teremtenek a felsőbb hatalmakkal, annak nagyon is gyakorlati, praktikus haszna van. Ugyanis nem lesznek betegek, lesz eső, gyermekáldás, nem tudom én, tehát hogy ezek így egyáltalán nem különülnek el, hanem egymásba folynak. És tulajdonképpen csak az arányok eltolódásáról beszélhetünk. Hogyha gondolom, hogy azt föl lehet tenni, hogy ezt miből gondolom, vagy hogy milyen régészeti lelet szól emellett. Hát ha egy példát mondhatok, akkor vannak az őskorban, a neolitikum részkorban kis házmodellek. És ezek egy része nagyon szép és díszes, egy része tök rendben van, és egy része pedig annyira ocsmány, rosszul ki van kiégetve, hogy ezekre azt szokták mondani, hogy ez kemence modell. Na most a kontextusok elemzése azt mutatja, hogy mindegyik ugyanazt a lakóházat ábrázolja, csak az életnek különböző szakaszaiban. Amikor egy profán, egy hétköznapi időszakban próbálják meg ezt ábrázolni, ugyanúgy ritusok részévé válik, tehát ugyanígy vannak rituálék a hétköznapi időszakokban is, akkor ilyennek látják a házat, és így ábrázolják, egyszerűen rosszul kiégetve, díszítés nélkül. Amikor pedig egy ünnepi időszakban próbálják ugyanazt a házat megformálni, akkor szépen kiégetik, kidekorálják, festik, amilyen szokás volt abban a kultúrában. Tehát tulajdonképpen ezek így egymásba folynak. Ezek olyan folyamatok, amiknek nincs határköve, hogy innentől A, innentől pedig B. És ezt a fajta kettősséget, ezt a mi életünkre vonatkoztatva is tulajdonképpen érdemes végig gondolni. Most itt nem feltétlenül a rántott hús és a vasárnapi igehirdetés áll, de tulajdonképpen akár azt is mondhatnám. Melyiknek milyen aspektusai vannak? Mindegyik az életünk része. Mi volt eddig a legszebb dolog, amit földből kiemelve láttál? Ez azért nehéz kérdés, mert általános az a hit, hogy a régészek leleteket keresnek. Ha arany, hát az a szupernyerő. Hogyha réz, oké, ha egy agyag, edény, akkor hát, ha szép van díszítve, akkor hát az még így elmegy. Dino. Dinóban nem foglalkozunk. Nem foglalkozom, de találtam már dinót? Nem. A gyerekeim játékai között maximum. De szóval azt akarom ebből kihozni, hogy egy régésznek nem feltétlenül a lelet a legfontosabb. Néha a lelő körülmény az többet jelent. Tehát például
amikor kiderült, hogy ezen az, ebben az alsónyéki temetőben a szarvasmarhatartás hihetetlen fontos volt, és együtt éltek az emberek a szarvasmarhával, és az antropológusunk kiderítette, hogy az egyik bizony csont tuberkulózisban szenvedett, és akkor utána végignéztük azt a sírcsoportot molekuláris biológiai módszerekkel, ahol ez a csontváz előkerült, és kiderült, hogy mindegyik fertőzött volt. És ebből demográfiai következtetéseket tudunk levonni az életükre vonatkozóan, a migrációra vonatkozóan, hihetetlen távlata van ennek, ezt azért érdemes szembeállítani egy szép lelettel, mert néha ez tovább visz. De egyébként igen, találtam például egy állatszobrocskát Szentgyörgyvölgy Pityártonban. Micsoda az állat? Egy agyag állatszobrocskát, tulajdonképpen Európa egyik legidősebb, épp és nagyon szépen díszített szarvasmarha szobrocskája. Annak mondjuk nagyon örültem. Tehát tulajdonképpen most az alapján, amit mondtál, úgy is értelmezhetnénk, hogy te egy olyan szociológus vagy, aki egy 6000 évvel ezelőtti társadalomnak a szociológusa. Ebben van igaz ebben az állításban? Ezt én teljes mértékben vallom, bár még így mástól nem nagyon hallottam, talán nem is tudom, de szóval nagyon jó a megfogalmazás. Valójában azt hiszem, hogy egy szociológusnak sincs könnyű dolga, hiszen megpróbálja leírni a jelenkor társadalmát. Sok forrás áll a rendelkezésére, ami vagy stimmel, vagy nem, de hát minden esetre ezen így érdemes dolgozni, és rettentő nagy a megismerési potenciál. Egy őskoros régész mondjuk ugyanezt a feladatot tűzi maga elé, szeretné megismerni mondjuk a Krisztus előtti 5800-ban a Dunántúl déli részére bevándorolt balkáni farmereknek az életét, csak éppenséggel az ezres puzzleból 18 darab áll a rendelkezésére. És akkor így innen szép nyerni. De ez a törekvésben, a célkitűzésben egyáltalán nincs különbség. Valójában azt hiszem, a régészek ilyen paleoszociológus félék lennének, ha van ilyen fogalom. Most eszembe jutottak gyerekkorom puzzle karrierjének tragédiái. Most egy perces néma csöndet szeretnék kérni mindenkit, álljunk fel. Nem. De ha már sikerült egy jót kérdeznem, akkor hadd kérdezzek egy rosszat. El tudod képzelni, hogy egyszer kiásol, vagy kiáshatsz fejlettebb civilizációt? Most így a marslakókra gondolsz? Igen, ez egy ilyen rendezvény, a Galaktika magazin szerve. Hát attól függ, hogy mit értesz fejlettebb civilizációval. Vagy volt-e már ilyen, hogy valami szürreális fejlettséget találtatok? Vagy mondjuk találtatok egy olyan kis közösséget, ami ugyanakkor élt, mint mondjuk tőle 50 kilométer egy másik közösség, de mondjuk 1000 évvel megelőzte a korát. Találtok ilyen furcsa dolgokat, vagy a történelem az nagyjából lineárisan figyelhető? Semmiképpen sem lineáris, valószínűleg inkább mozaikosnak lenne leírható. Ha ilyen sci-fi dolgok rejlenek a kérdésed mögött, akkor arra talán nemmel tudnék válaszolni. Tehát űrlényeket nem találtunk még. De Antarktisz. Denikennek nem volt igaz annak idején. Ha viszont az a kérdés, és ennek már rengeteg értelme van, hogy tudunk-e olyan társadalmat rekonstruálni a régészeti és természettudományos adatok alapján, amelyekből mondjuk azt állapíthatjuk meg, hogy válsághelyzetbe kerültek, és sikerült nekik egy baromi jó választ adniuk, egy kreatív választ adniuk, amivel kihúzták magukat a csávából, és nagyon sikeresen tudtak tovább élni, akár megváltozott életkörülmények között, vagy megváltozott gazdasággal, vagy demográfiai számokkal, stb. Akkor erre határozottan igennel kell válaszolnom, mert találunk ilyeneket. És nekem leesik az állam, én annyira csodálom ezeket a civilizációkat, amelyek... Van fejedben most erre példa, vagy túl sok van? Hát egyet mondok például, a vadászgyűjtögető társadalmak rendkívül sikeresek voltak, ugyanis nagyon kevesen voltak, és állandóan mozgásban voltak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kis nukleáris családok vagy kis közösségekben éltek,
Értelemszerűen, ha valaki az egyik gyerekét a karjában fogja, és egy másikat a kezénél fogva vezet, akkor nem lehet egy harmadik gyereke. Tehát itt volt egy nagyon erős születési kontroll. Hogy ezt hogy érték el, nem tudom, de lehet, hogy nem is szeretném tudni. Minden esetre ez volt rájuk jellemző, és miután egészségesen táplálkoztak, követték a csordákat, a halakat kifogták, a bogyókat, ahogy megérték, learadták, magyarót tettek el télire, stb. Nagyon klassz életük volt, viszonylag keveset dolgoztak, és erőteljes, csontozatú emberek lehettek. A szemetüket ott hagyták maguk mögött, tehát a betegségek se nagyon bántották őket. A járványok szinte ismeretlenek voltak. Ezek után elkezdődik valami az első földművelőkkel, akik valami totálisan más találtak ki, ugye bevonulnak a Kárpát-medencébe, Dél-Kelet-Európába, hozzák magukkal az állataikat, ami már eleve egy ilyen őrületes kép lehet valakinek, aki eddig állatot csak levadászva látott, hogy lehet, hogy ezek együtt élnek a szarvasmarháikkal. Hosszú házakat építenek, nyeregtetős, felmenőfalú házakat, rengeteg agyagtárgyuk van, nem tudom micsoda, szóval ez egy egész más minőség. És ugyanakkor meg kell állapítani, hogy az ő érdekük, tehát a farmerek, a földművösök érdeke merőben más volt, mint a gyűjtögetőké. Ők, nekik ugyanis az volt az érdekük, hogy rengeteg gyerekük legyen, hiszen a mezőn dolgozni kellett. A munkaórák tekintetében azt kell, hogy mondani, hogy 3-1 a szorzó, tehát háromszor többet dolgoztak a földművesek, mint a vadászok és a gyűjtögetők. És ráadásul a letelepült életmód következtében, mivel a higiéniával nem voltak annyira a 20. századi ismeretanyag birtokában, a szemétgödrök a házak mellett ugye az agyagnyerő gödrökből szépen megteltek, és hát ott játszottak a gyerekek ételmaradványok közepette, amit beköptek a legyek, stb. El lehet képzelni, hogy a járványok ugrásszerűen megemelkedtek, a rosszabb táplálkozás miatt és a sokkal több munka miatt rövidült az élettartam, gyengültek az életkilátások, folytathatnám a sort, tehát azt lehet mondani, hogy hát basszus, miért csinálták ezt az egészet? Hát nem volt az jó nekik? Hát ennek csupa hátránya van. És hosszú távon mégiscsak az derült ki, hogy ezeknek volt igazuk. Sőt, vannak olyan régészeti tárgyak, amelyek arra utalnak, hogy ezek, amikor találkoztak ugye a vadászgyűjtögető középső kőkori törzsek ezekkel a bevándorolt földművesekkel, akkor hát egy ideig elkerülték őket, de aztán elkezdtek egymással kereskedni, mert a vadászok a hegyekben éltek, ott voltak a kőnyersanyagok, akkor eltanultak ezt, azt, amazt, és hát ahogy ez lenni szokott, körülbelül egy 80-100 év után megemelkedett, ezt a genetikusok igazolják, a keveredés kettejük között, már a két csoport között. És valamiért ez a földműves életmód magasabb presztízsű lehetett. Ezt onnan tudjuk, hogy vannak olyan tárgyak, amelyekről lehet látni, hogy utánozzák ezeket a dél-kelet-európai első földműves, szép, szinte iparművészeti szépségű tárgyait, de rettentő kezdetlegesek, ügyetlenek. Nem értettek hozzá, de megpróbálták utánozni. Ebből gondoljuk azt, hogy ezt ők egy értelmesebb, magasabb rendű életformának tartották, és végül is ez hódította meg a világot. Egy utolsó kérdés a beszélgetésünk ezen szakaszában, hogy mi a te célod, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy szerinted mi a te régészeti hivatásnak most a következő évtizedekben az elérhető maximuma? Mit találhat még, mire kell figyelnie? Mi az az oktatási reform, amivel be kell csatlakoznia? Hát először is egyáltalán nem szeretnék meghalni, mert akkor nem fogom tudni, hogy milyen fantasztikus új eredmények lesznek a régészetben. De hogyha ez nem lehetséges, akkor szeretnék minél több egészen csodálatos és most érő filmben levő eredményt látni a régészetben. De hogyha a tréfát félreteszem és azt mondom, hogy mi az, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy a régészet, vagy ha akár így is fogalmazhatnék, hogy a tudományos kutatás előre menjen és sikeres legyen, hát akkor ahhoz, hát először is kíváncsinak kell lenni. Aki nem szakad meg a kíváncsiságtól, hogy megtudjon valamit, az keressen magának valami más foglalkozást.
Aztán nagyon kell a józanész hozzá, tehát hogy külön válasszuk a legendákat, a mítoszokat, a wishful thinkingeket, tehát hogy milyen jó lenne, hogyha ez így lett volna, de hát sajnos nem így volt. Tehát a józanész az rendkívül fontos. Mi lenne még, ami fontos? Azt hiszem a bátorság. Mert aki nem mer hinni abban, hogy van egy ötletem, tiszta őrültség, de kipróbálom, hogy mi lesz belőle. Hát ha összejön egy másik forrásból származó adattal, és akkor azon már érdemes elindulni. Tehát a járatlan utakon való bátor haladás, hogy így mondjam. És hát azt hiszem, hogy kell hozzá szabadság is. Az, hogy ebben ne korlátozzanak. Ne mondják meg, hogy mit kell kutatnom, főleg ne mondják meg, hogy mi kell, hogy legyen a végeredménye. Hogy legyen egy szabad tér előttem, amiben tényleg csak a tudományos tényanyag és az én következtetéseim játszanak szerepet. Ott is ügyelnem kell persze arra, hogy a következtetésekből ne vonjak le még egy adag következtetést, tehát hogy megmaradjak a józanész szintjén. Talán ez. Köszönöm szépen. És most akik voltak már Mars lakókon, azt tudjátok, hogy tudják, hogy most három kérdező fog jönni. Első, és ezt fel is kérném Lányi Gábor teológus történészt, a Károly Egyetem tanárát, hogy tegye fel a kérdését Eszternek. Jó estét kívánok! Említette azt, hogy milyen forradalmi változást hoztak a modern technológiák így a régészetbe, és engem pedig így a neolitikum vallás története érdekelne egy picit közelebbről, hogy mondjuk azon a területen hozott-e valami újat a modern technológia? Megdőltek-e esetleg ebben nézetek, vagy vannak érdekes felismerések ezen a téren? Hát ez nagyon jó kérdés, mert általában a modern technológia a természettudományoknak a térhódítása, az inkább az élő ember egészségügyi mobilitás és stb. Körülményeiről szólnak, és nem annyira a spiritualitásáról, vagy pedig ami régészetileg megfogható, tehát a kultikusnak mondható nem hétköznapi tárgyairól. Ugyanakkor azért azt mondom, hogy igenis van. Ugyanis korábban olyan sztereotípiák uralkodtak a régészetben is, valószínűleg másutt is, hogy tehát vagy a termékenységkultusz volt az előtérben, vagy pedig valamilyen más, de tulajdonképpen 20. századi ideológia mentén próbálták meg fölfejteni ezeket a rituális tevékenységeket, vagy kultikusnak nevezhető tevékenységet, és ez a régészeti kontextusnak a minél jobb megismerése folytán, és itt most valóban természettudományos eredményekre célzok, mondok egy teljesen hülye példát, de most ez jutott az eszembe, hogyha föltételezünk egy kultikus sarkot, és annak az egyik szegletében olyan kitimpáncél maradványok kerülnek elő, amelyből a paleoentomológus kollégánk megállapítja, hogy az bizony a Triticum monococcum gabonának az élősdie, akkor ebből mi le tudjuk vonni azt a következtetést, hogy ott bizony gabonát tároltak. És így visszafele fölfejtve nagyon sok olyan részletre tudunk magyarázatot találni, ami a korábbi ilyen kicsit elnagyolt globális termékenységkultusz, anyaistennő, stb. Kultikus magyarázatoknak ellentmond, vagy azt kiegészíti. És így lépésről lépésre bizony kizárhatunk bizonyos dolgokat. Valószínűleg nem voltak istenségek, valószínűleg nem emberek portréi voltak, mert ilyen elképzelés is létezik a szakirodalomban. És ugye a negatívumokat kizárva közelíthetünk, de egészen lassan és óvatosan, és valahogy a leletanyagot tisztelve a jobb válaszok irányába. Mondok még egy példát, mire erről beszéltünk most a felkészülő, vagy az előzetes beszélgetés kapcsán. A legutóbbi könyvemnek az egyik főszereplője egy hatalmas nagy agyag szarvas, tehát szarvakkal ellátott figura.
ezt a régészeti szakirodalom bikakultusznak írja le. A férfi termékenyítő erő, amelyik a szántóföldeket megtermékenyíti, és tehát gyakorlatilag ehhez összekapcsolva, ami belefér mindenfajta ilyen hím teremtő erőnek a mítoszát hozzákapcsolták ehhez. Sajnos két dolog derült ki, egyrészt az én figurám egy tehénszobor, és ezt a figurán ábrázolt nagyon egyértelmű és naturális női nemi szerv világosan kifejezi. Másrészt pedig archeozoológus barátaim kiderítették, hogy olyan helyeken, mint mondjuk Csatálhűjük, ahol a bikakultusznak ugye az ős hona lett volna, azok a szarvasmarha csontok, amelyeket a szentélyekben elásva találtak, azoknak a 40% a tehén csontja. Tehát igen, a természettudományok bizony befolyásolnak bennünket, lehet, hogy nem drasztikus és döntő lépésekben, de előbb-utóbb azért ezek irányítják azokat az utakat, amelyen érdemes haladni, és így elhagyunk tévedéseket. Akkor újra kell írni a vallás történet könyveket is majd. Hát bizonyos szempontból igen, de hát borzasztó lenne, hogyha nem kellene újraírni bármit is. Ugye így megy előre a kutatás, hogy mindent újraírunk, és ettől szép. Igen. Én is köszönöm. Most felkérnénk Kanyó Ferencet, a Károli Tudományos Munkatársát, hogy ő is tegye fel a kérdését. Ha itt van. Itt van. Jó estét kívánok! Én afelől érdeklődnék, hogy történészként gyakran találkozom archeogenetikai kutatásokkal, de elsősorban a magyar őstörténet területén, és ugye ez ilyen sztár tudományterület manapság. De miben segíthet ez egy olyan területen, ami talán, hogy finoman fogalmazzak, kevésbé terhelt a különféle ilyen nemzeti vágyálmokkal? Hogy segítheti a régészet, milyen adatokat tehet hozzá a már meglévő ismeretekhez egy archeogenetikai kutatás vagy projekt? Két dolgot kell leszögeznem előre. Az egyik, hogy beszéltünk a radiokarbon forradalomról, a genetika belépése a régészetből legalább olyan forradalmi változásokat hoz a régészetbe, és általában a történettudományokba, mint az abszolút kronológiai meghatározás. Tehát ennek a jelentőségét nem lehet túlbecsülni. A másik dolog viszont, hogy nagyon tisztában kell lennünk azzal, és ezzel sajnos nagyon sokan nincsenek tisztában, akik összemossák a kétféle vizsgálati módszert. A régész kulturális egységeket vizsgál. Olyan közösségnek a régészeti hagyatékát, vagy az anyagi hagyatékát, amelyeknek volt valamilyen közös identitás tudatuk, hiszen azért építkeztek ugyanolyan házakban, azért használtak hasonló edényeket, vagy tanították meg a utódaikat ugyanarra a kőtechnológiára, mert volt egy csoport tudatuk, egy közösségi tudatuk, egy közös identitásuk. Ez egy szubjektív dolog. Amit az archeogenetika kínál, az faktum, azok objektív tények. Tehát, hogyha megnézzük ennek a feltételezett közösségnek a tagjait, akkor ki fog derülni róluk, hogy egy részük mondjuk nagyon az ősei Anatóliában keresendők, a portfóliójukban, tehát a genetikai összetételükben, a teljes genomjukban vannak ugyan helyi elemek is, de mondjuk ez a túlnyomó rész, és akkor vannak olyanok, akik a környékről beházasodtak, és két-három generáció óta élnek velük, vagy több generáció óta, de minden esetre a közösségnek ők részei. Ezek objektív tények és faktum, erről egy genetikus pontos térképet tud lerajzolni. De erről nem tudtak a közösségnek a tagjai. Tehát mondjuk ezek a bizonyos első földművesek Alsónyéken gőzük sem volt arról, hogy az ő őseik az Égeikumban vagy Anatóliában voltak otthon, ameddig sok száz évvel azelőtt nem vándoroltak föl a Duna mentén a Kárpát-medencébe. Tehát ez két különböző sín, amelyet nem szabad összemosni. Tehát, hogyha valamiről kiderül, hogy teszem azt most mondjuk egy középkori példával, a honfoglaláskori őseinkben ilyen és ilyen génállomány volt, ezt
tilos akár egy közösség tudatára, tehát mondjuk egy népcsoportra vetíteni, és még kevésbé egy bizonyos nyelvre. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek finnugorok voltak, vagy nem voltak finnugorok, vagy mi, mert a genetikai állomány keveredése az egy egészen más szinten, biológiai szinten jellemző az emberre, de erről ők semmit se tudtak. És a legkisebb mértékű a kötelező egybeesés egy genetikai származás, egy identitástudat, tehát hogy én hova tartozom, és a nyelv között. Tehát ez három különálló csoport. Köszönöm szépen. A harmadik kérdező Kovács Bendegúz, hittudományi kar hallgatója. Jó estét kívánok, áldás békesség. Én azt hiszem, hogy én egyike vagyok azoknak az embereknek, akit említett, hogy azzal áldott vagy vert meg a sors, hogy a hittudománnyal foglalkozhat. Ezúton is hálásan köszönöm az együttérzést. A kérdésem pedig az, teológusként úgy érzem, nem tehetem meg, hogy ne a Bibliával kapcsolatban kérdezzek. Az volna a kérdésem, hogy nagyon sok nép eredet mondájában olvashatunk özönvízről, a világ különféle területeiről. Az érdekes mégis az, hogy nagyjából egy időre datálják ezeket, és nyilván ugye a Bibliában is olvasunk erről, és milyen régészeti bizonyítékokkal lehet ezt alátámasztani? Hú, de jó kérdés ez. Hát először is ott kezdeném, hogy van egy Jan Assmann nevű történész, aki ugye egy nagyon fontos könyvet írt a tudatnak a továbbéléséről, tehát a közösségi emlékezésről. Az özönvíz története azokban a népekben, amelyeknek valamikor volt valami köze, vagy tudása, vagy hallomása, egy-egy özönvízszerű dologgal kapcsolatban, az talán ide sorolható. A másik dolog, amit mondanék rá, hogy meglepő módon igenis van valamilyen olyan esemény, amit talán ehhez lehet kapcsolni, ez pedig a következő. Nem is olyan nagyon régen, tehát nem a földtörténeti korokra kell gondolni, hanem bizony a Krisztus előtt 6000 körüli időszakra, vagy a 7. évezred végére, a Fekete-tenger egy édesvízű tó volt. A jégkorszak végén, tehát ennek most már az 10.000-től 6.000-ig körülbelül, ugye egyre nőtt a tengerek szintje, ahogy elolvadtak a jégtáblák, és ennek az egyik drámai pillanatában az, amit most mi a Márvány-tengernek ismerünk, és ugye van egy átjáró a Fekete-tenger felé, ott átszakadt az a földnyelv, és egy pillanat alatt, vagy nem egy pillanat alatt, de hát ugye a történelem folyam léptékéhez képest drámai gyorsasággal bezúdult a földközi tenger vize a Fekete-tenger területére, lenyomva az édesvizet a mélységi régiókba, egyébként ott még mindig mérgező a víz, tehát gyakorlatilag nem keveredett ez a két réteg a mai napig, és ennek következtében a Fekete-tenger környéki, tehát az észak-anatóliai, a trákiai és az észak-kelet bulgár, tehát a dobrudzsai lelőhelyek vagy települések, egy jó része nagyon rapid módon víz alá került. Tehát mondjuk túl gyorsan ahhoz, hogy mindenki elmenekülhessen. Ez úgy tűnik, hogy egy régészetileg és geológiailag és környezettörténetileg is igazolható esemény volt, aminek az emléke, megint csak Assmannt idézem, előfordulhat itt-ott persze mítoszokká szelidítve. Ez egy feltevés persze, bizonyítéknak nem mondanám, de minden esetre egyelőre semmi nem mond ellent ennek, és már ez is valami. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. És most azokból szemezgetnék, azokból a kérdésekből, akik az interneten kérdeztek. Párat közben véletlenül már bekérdeztem. Tök véletlenül. Igen. Azt hallottam, hogy manapság több lány megy régésznek, mint fiú. Igaz ez? Más szemmel tekintenek a régészetre a lányok, mint a fiúk. És ezt egy fiú kérdezi? Sajnos én csak egy szívecskét fiú. Látok csak mellette, ja, tehát ebből kell következtetni. De visszaküldök egy szívecskét. Én ezt nem látom.
Én azt látom, hogy teljesen random. Egyik évfolyamban több a lány, másik évfolyamban több a fiú. Nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem, de én azt látom, hogy nincs ennek a szakmának se női, se férfi presztízse. Tehát nem olyan, mint az ovó nénék vagy bácsik, hogy jellemzően ilyen vagy olyan, hanem nagyjából fele-fele. Létezik-e régész turizmus? Tehát elmegye egy-egy távoli tájra, feltárásra, pusztán kulturális kíváncsiságból? Hát a rövid válaszom az, hogy nyilván. A hosszabb válaszom az, hogy ezeket optimális esetben próbálom összekapcsolni szolgálati utakkal. Például, amikor az Európai Régész Szövetség éves találkozója Isztambulban volt, akkor néhány társammal együtt megszerveztük azt, hogy onnan repülővel ülve lemenjünk az Eufrátesz északi részén már akkor is csodaszámba menő Göbekli Tepe lelőhelyre, ami hát tényleg a világ egyik csodája. 11 ezer évvel ezelőtti megalit kultúra tulajdonképpen, így tudnám összefoglalni. És 11 ezer? 11 ezer évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy még nem voltak földművesek, még igazából mobil vadásztársadalmak voltak. De már építettek olyan központi helyeket maguknak, hatalmas nagy oszlopokkal, amin mindenféle vadállatoknak a reliefjei láthatók, és utána az egészet betemették, szóval egy csupa rejtély, és hát egy világszenzáció az egész, és akkor mi azt úgy megszerveztük, hogy hát ha már ott vagyunk a közelben, csak 2 óra repülőút, akkor menjünk el és nézzük meg. Hát ezt most lehet régész turizmusnak nevezni, vagy lehet annak nevezni, hogy amit ott megtanultam, és a helyi kollégákkal, amiről ott beszéltem, azt én beépítettem a következő könyvembe mondjuk, úgyhogy is. És tulajdonképpen körbeértünk, mert az utolsó kérdés itt lett volna az én utolsó kérdésem, tehát tök jó egészség, tehát nagyon jól találkozik. Mit tanácsolsz annak, aki ma régész akar lenni, vagy mondjuk nekem, hogyha én most a hétvégém szabad lenne, akkor hogy tudnék egy kicsit hobbi régészkedni? Menjél Angliába. Angliában ugyanis a civilek egész más helyet töltenek be a régészet szerepében, mint mondjuk Magyarországon. Tehát Magyarországon ahhoz, hogy egy ásatást vezethess, minimum MA-s régésznek kell lenned, de azért jobb, hogyha van egy doktori fokozatod is. Angliában, hogyha van egy zsebkendőnyi földed, és ott találsz valamit, akkor bejelented a helyi régészeti felügyelő szervnek, hogy te ott egy ásatást szeretnél véghez vinni, mert érdekel, hogy mi van ott. Küldjenek ki valakit, aki segít neked eligazítani, hogy mégis hogy kell az ilyesmit csinálni, és akkor utána menjél. Sőt, igazából vannak olyan városi ásatások, ahol ki van írva, hogy aki akar, ide jöhet ásni, csak az a kérésük, hogy aki mondjuk, mit tudom én, délelőtt 10-kor idejön, az legalább 2 órát maradjon, de ezt igazából mint szabadidős tevékenységet fölajánlják a város lakóinak, hogy ha valakinek van kedve beszállni, hát miért ne? És amikor én rémülten ilyenkor megkérdezem, hogy de hát tönkreteszik a kontextust, hát beleásnak a házpadlóba, vagy mi, akkor azt mondják, hogy igen. Előfordulhat. Viszont mekkora élmény már az, hogy az egész város ott van, és rajong a régészeti ásatásért. De jó. Esetleg a jelenlévők közül lenne valakinek kérdése? Azt szeretném megkérdezni, hogy azt a kintzeneteli levelet, melyik régész professzorának számítanak, amit a beszélgetés elején említett? Azt a zenésznek küldenéd, nem a levelet? Ja, nem régész professzornak, ennek a szegény Mike Oldfieldnak szeretném megköszönni. Hát nem szegény, azért szegény, meg nem kapta meg a levelemet, pedig már évtizedek óta szeretnék hálát adni, hogy valószínűleg fogalma sincs arról, hogy egy hátizsákos autóstopposnak úgy megváltoztatta az életét az a busz, amit ott hátra hagyott, hogy egyből Heidelbergben landoltam. És tulajdonképpen, ha ott nem töltöm el azt az egy évet, akkor ezt a mostani igazgatói állásomat is nehézkesen tudnám betölteni, hiszen azóta ismerek mindenkit Németországban is, akik akkor a diáktársaim voltak, most a professzori székekben ülnek. Nincs Mike Oldfield busza. Na, muszáj elmesélni egy sztorit, de csak azért, mert mai. Forgattam egy filmet, és oda jön hozzám egy nő, hogy muszáj elmesélni egy történetet. Az ő egyik legjobb barátnője rám keresett az interneten, hogy Vecsei Miklós, de rosszul keresett rá, és egy Vécsei Miklós nevű emberre írt rá egy üzenetet,
akik most a nyáron összeházasodtak. Ezt képzeld el. Hát én ezt nem kommentálom. Mi következik ebből rád? Hát, rám remélem semmi, de így teljesen le voltam sokkal ilyen, de főleg amiatt voltam lesekve, hogy nem hívtak meg az esküvőre. Ha már így közre játszottam. Eszter, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm mindenkinek, neked, hogy eljöttetek. Még fogunk csinálni egy selfit veletek együtt, tehát álljatok fel, integessetek és mosolyogatok, mintha élveznétek. És emellett szeretnénk megköszönni én elsősorban a RevPo szervezőinek, hogy megint itt lehetek, és megint egy ilyen szuperemberrel találkozhattam. Szeretném nektek is megköszönni, hogy eljöttetek, és gyertek legközelebb is. Decemberben lesz Csíkszentmihályi Mihályon a beszélgetés, ha válaszol az utolsó e-mailjére a Marcinak. És szeretnénk megköszönni a Károli Gáspár Református Egyetemnek, valamint a Magyar Református Egyháznak is, hogy itt lehetünk.